Utazások lelki tájakon. Szeretettel köszöntöm a Pax Televízió nézőit. Önök az Utazások lelki tájakon című műsort látják. Gere Lilla vagyok, és ahogy ezt szoktam, mostanában dr. Bagdi Emőkével, emeritus professzorasszonnyal beszélgetünk a gyermekek lelki fejlődéséről. Szeretettel köszöntelek ismét itt a stúdióban. A múltkori alkalommal ott hagytuk abba, hogy ilyen másfél-két éves gyermekekről beszélgettünk, és most következik egy újabb szakasz a gyermekek életében. A két éves kortól körülbelül, ha ezt így meg lehet határozni. Először is tisztelettel, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és őszintén megmondom, annyira örülök, hogy ilyen műsorra sor kerül. Hogy el lehet mondani, együtt lehet gondolkodni a szülőkkel, olyan dolgokat lehet valahogy tudomásukra hozni, amik talán a hétköznapi életben nem állnak elő, csak problémaként. De akkor nézzük meg, oly szép a gyermekfejlődése. És ha tudjuk, hogy mikor mi történik, nagyon sokat tudunk segíteni. És az az érzés, hogy jó szülő vagyok, jól csinálom a dolgom, hihetetlen fontosságú a lelkünkben. A gyerek is rögtön megérzi a mi határozottságunkban, a mi biztonságnyújtó szeretetünkben. Tehát bizony, amikor ugye másfél-két éves kor elkövetkezik, ugye itt nem tudunk hónapokban, napokban számolni, igen, hanem vannak szakaszok. Az egyik gyerek gyorsabban fejlődik genetikai kódok alapján, a másik gyerek egy kicsit lassabban, de az biztos, hogy mindenki ugyanoda ér el végül a fejlődésben. Tehát az a gyerek, aki először tapasztalja meg azt a mámort, hogy már állva más szemszögből tudja látni a világot, egyszer s mint, ne felejtsük el, rádöbben a kicsiségére. Hogy a Lóci óriás lesz versre, elég rá gondolni, és ahogy lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak, keltek körülöttem, és minden láb volt, csupa láb. Ugye, ha mi ebbe belegondolunk, és valahogy megpróbálunk egy empátiás azonosulást, lényegében nagyon nehéz dolgunk van, nagyon hatalmassá válik körülöttünk a világ. Na, a kicsinek ez a csöpsége, a kicsi mi volta, egyben egy olyan fajta szándékot indít, hogy felhívni a figyelmet mindenképp arra, hogy én vagyok. Ezért a kicsi hangosabb, kiabál, ha beszél, ha bármi jelzést ad a környezetének, akkor sokszor a szülő rászól, ne kiabálj, ne olyan hangosan, de hát muszáj, hogy meghallják ilyen magasan lévő emberek. Szóval, ahogy tájékozódik a világban, és kicsit örül a mozgásnak, a cselekvésnek a mámora, magával hozza, hogy általában ebbe a korszakban a gyerek felfokozott mozgásosságú, teljesen szabályos. Nem használom ezt a szót, hogy normális, de természetes. Ami természeti, az természetes. És rádöbben arra, milyen ügyes, mi mindent tud. És arra is, ahogyan a cselekvéseken keresztül, hogy mire képes ő már, mennyi mindenre képes. Ebből a cselekvéses visszajelentésből bontakozik ki a ráismerés önmagára. Egy Sasso nevű francia pszichológus, fejlődéspszichológus gyönyörűen leírta, és egyben be is mutatta a gyereknek a fejlődési fokozatait, hogy hogyan van az, hogy ő még nem ismeri föl önmagát, mindenki mást már felismer, ki az anya, apa, de önmagát még úgy, hogy én, nem ismeri fel. A tükörbe például belenéz, ki az ott, Pistike, vagy, és keresztnéven nevezi magát. És akkor eljön az a csodálatos pillanat, Sasso rámutatott, a királyi én születése, amikor rádöbben a gyerek egy pillanat, hogy ez vagyok én. De addig nagyon sok mindent kell tudni már cselekednie saját magának, fölöltözni, befűzni a cipőjét, stb. Meg a rítusok. Igen. És hogy ezért mondjuk, hogy az én, a nagybetűs én, cselekvéses tapasztalati bizonyosság. Az vagyok, amit meg tudok csinálni. Hát igen, csak ebből egy nagyon furcsa, minden szülő által jól ismert szakasz következik. A dac korszak, így van. Én akarom egyedül. És ugye ebből következik, hogy mi szülők ezt a korszakot tényleg megszenvedjük kicsit,
Miért? Mert már magam is mondom, minden pszichológiai csatorna mondja, hagyjad, hogy ő próbálkozzon. Jó, a te türelmed és időd, ami nagyon kritikus, próbára van téve, de a gyerek hagy próbálja ki saját magát. Mi az, amit ő meg tud csinálni? És akkor segítsél, csak akkor segíts be, ha látod, hogy annyira bosszankodik, hogy valamit nem tud megcsinálni, hogy bekerjed egy kicsit indulatossá válik, és az indulatkontroll, az affektus szabályozás az még nem áll magas fokon a gyereknél ekkor. Tehát, hogy ne gerjedjen be az indulatába, csak akkor segíteni, amikor már látható, hogy annyira nagyon megcsinálná. És nagyon értékelni azt, hogy jaj, de ügyes, jaj, de jó, hogy megcsináltad. Nem túl értékelni, úgy mondjuk ez pozitív megerősítés, hogy örülünk annak, hogy a gyerek ezt meg tudta tenni. A gyerekkel ebben az időszakban már nagyon sok mindenről lehet úgy beszélni, hogy a felnőtt rítusába bevonjuk. Tegyük fel, hogy a szülők, hívő szülők, és szeretném ezt feltenni, bár így volna általánosságban az én vágyvilágom szerint, és azt is elmondom később, hogy miért tartom én ezt rendkívül jelentősnek. Ugye, hogy a szülők egy olyan kultúrát vittek be a családba, ahol megvannak a rítusok. Reggel megvan az ébredéskor, az a kicsike ima, amit elmondunk. Megvan az, hogy mikor elköszönünk egymástól, milyen módon kívánunk szép napot egymásnak, úgy, hogy közben valamilyen kis igét mondunk, vagy ugye minden családban más a rítus. Igen. Én egy lelkész családból nyilvánvalóan egy eléggé erőteljes hitéleti rítust hoztam, és ennek egy részét tudtam áttelepíteni. Egy része fért bele a saját szülői helyzetembe, de mindenképpen olyan módon fért bele, hogy ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy a gyerekeimnek az ima legyen a napi, a nap lezárásának legalább a vége, hogy mi asztali áldást mondjunk, ha együtt eszünk, hogy legyen benne a Biblia. Ugye otthon minden reggel hangos bibliaolvasás volt. Ez az édesapám kálvinista szokása volt. Most ezt már például nem tudtam így áttenni, de az, hogy személyesen én az igét, a soron következőt ugye követem és olvasom, az természetes. Most nem magammal szeretnék példálozni, azt szeretném csak elmondani, hogy a mi neveltetésünk során, ahogyan megtapasztaljuk a szüleinknél, hogy képviselődik valahogy a hitélet, azt tudjuk igazán könnyedén, természetesként továbbadni. Két fél, apa és anya egyaránt elkötelezett hitéletű, tehát benne van például a rítusok követése, hogy istentiszteletre mennek, templomba mennek. Szóval, hogy vannak olyan kifejeződései az életükben, hogy ők hitéleti úton járnak. Ugye ezek azok, amik szinte azt mondhatnám, hogy a legtisztább családi helyzetet teremtik. Nem annyira tiszta azonban az így létrehozott családi helyzetnek a gyerek szempontjából a tovább szövődése a közösségekben. Mert a gyerek számára az a természetes, amit mi nyújtunk. Bekerül az óvodába, még lehet, hogy még korábban közösségbe kerül, a gyerek mindazt, amit otthon megélt, mint természetest viszi tovább, és csodálkozik azon, hogy esetleg az óvodában, közösségben nincs képviselve ez. És hogy ezért én nagyon-nagyon pozitívnak tartom, hogyha, és vannak most már ugye egyházi óvodáink, bölcsödék is, de óvodák, hogy kapcsolódjon össze a gyerekben az otthon képviselt élet, a vallás gyakorlat, hogy mondjam így, és az, ami aztán tovább szövődik az ő kicsi közösségi életében. Ne legyen diszkrepancia, ne legyen összeütközés, ne legyen valami olyan krízis, hogy nem érti a gyerek. Itt van egy olyan világ, ami más, otthon egy más, akkor most melyik is az igaz, hova tartozom én? És ez még pici, nincs jelentősége, hanem kiéleződik később a fejlődés során, majd visszatérünk rá a 10 éves kori önismereti zárlat föloldódásának a helyzetéhez, amikor a gyerek számára az, ami ilyen természetesnek tűnt, elfogadta itt más, meg ott más, de ez a diszociáció, ez nagyon kiéleződik 10 éves korra. Na de most térjünk vissza oda, hogy mindkét fél ugye képviseli a hitéletet, és a gyerek számára az természetes, optimális helyzet, olyan egyházi óvodába jár, ahol ugyancsak a rítus része, az életünk része mindez, és akkor egy harmonikus fejlődés az,
amiben segítjük a gyerek kibontakozását. Miért? Mert az értékek beépülése és az értékeket én nagyon sokszor aláhúznám. Életértékek beépülése. Ez úgy tud megtörténni, hogy ahogy anyatejjel beszívjuk a szeretet képességét, úgy azt a szabályrendszert letöltjük, amit ilyen módon kapunk, ahol megvan a parancsolat. És a gyermek számára ez bizonyított tudományos kutatásokkal is, Kovács Réka Rozália, kolozsvári egyetemi docensnek a munkája, hogy hogyan testesül meg a gyerek számára az Isten kép az ő kis képzeleti fogalomrendszerében, és képszerű általában, akkor is, ha mi nem szeretjük, hogy ábrázolva legyen bármi is, de a gyerek számára úgy jelenik meg Isten körülbelül, mint a jóságos apa. És hogy ez az a kép, ami számolnunk kell vele, hogy a gyerek számára ebben az életszakaszban, ahol a gondolkodása konkrét, érzékletes, szemléletes, nincs olyan fajta absztrakciós képessége, hogy magasabb szinten tudja, elvont szinten nem tudja még mindezt fölfogni, azért sem tudja, mert 6 éves korra mielinizálódik, velősüvelyesedik az agyban, a frontális kéreg egyáltalán ugye a bal agyfélteke, és azért is akkor mennek iskolába a gyerekek, mert akkorra képesek már bizonyos elvonatkoztatásokra a konkréttól, már akkor képesek írni, olvasni, számolni, megtanulni, akkorra érik el azt az ügyességet a pszichomotoros tevékenységben is, hogy már be tudják fogadni ezeket feladatként az életükbe. Na most, amíg a gyerek az óvodáskorban van, vagy a nagyon kicsi korban, és gyakorlatilag most már, ugye 2,5-3 éves kortól számíthatjuk a kötelező óvodai rendszer életbelépésével, hogy bármely szülő akarja, nem akarja, a gyerekét mindenképpen közösségbe kell adnia. Na most, mint mondtam, nagyon jó és nagyon harmonikus, ha mindkét szülő pártfogója. És ezen a hitéleti alapon viszonyul a gyerekhez. Harmónia van. Ha még az óvodában is, akkor teljes harmónia van. Most, ha valahol megtörik a dolog, vagy a gyerek szembe kerül azzal, esetleg, hogy egy világi óvodában, ha ő mondjuk az asztali áldást, ahogy a szüleivel el akarja szokta mondani, és mondják, ez itt nem kell, akkor már jön valami olyan, hogy van egy tehát hasadás a világok között, tehát a személyes világ és a külső világ között nem előnyös. Most itt megállok azon a ponton, hogy nem előnyös, mert nézzük meg azt a helyzetet, amikor az egyik szülő hívő, a másik viszont ateista, ő is hívő egyébként, tehát ezt el ne felejtsük már, hogy ezek komoly hitrendszerek. Az ateista is csak saját meggyőződési rendszerébe fogadva állítja azt, amit állít, mert hogy bizonyítani másként nem tudja, mint hogy a tudománynak olyan szintjeire hivatkozik, amelyet a tudomány a szemünk előtt halad meg, mondjuk napról napra, vagy óráról órára. Tehát a tudomány bizonyos álláspontjára hivatkozás ad alapot általában az ateizmusra, és elfogadható, hogyha ő úgy gondolja, de ez mégis azzal függ össze, hogy ő nem kapta meg a felnövekedése során a beavatást a hitéletbe. Nem is tud közvetíteni. Mit tud közvetíteni, aki egy ateista? Tehát a gyermeken, egy kisgyermeknek a személyiségébe? Tud közvetíteni, de mit tud közvetíteni? Igen. Pontosan azt, amit mutat, ahogy viselkedik, amit mond, ugyanis pontosan, ahogy az önálló én kialakul, a szociális én megszületik, jön egy olyan fajta időablak, múltkor ezt a fogalmat használtuk, egy olyan fejlődési periódus, amikor genetikai izzásban az, hogy mondjam így, az organizmus, tehát maga a szervezet, amely hozza magával ezt a programot, kinyílik, és a világot magába telepíti, hogyan? Letölti a szoftver, bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, de ezt mindjárt értjük. Igen. De annyira tökéletesen, ahogyan látja, ahogy hallja, a szüleinek a hangsúlyát, az attitűdjét, még nem is tudja, nem is érti, miket beszélnek a szülők, de azért olyan kifejezéseket használ. Szóval a gyerek tapasztalva azt, hogy az egyik szülőfél bizonyos helyzetekben ugye elhatárolódik,
A másik szülő viszont ugye foglalkozik vele odaadóan, például esti ima és hasonlók. Felmerül benne, apa miért nem jön? Mondjuk tegyük föl, hogy arról van szó, hogy az édesanyja hitéletű, és az apa nem. Apa miért nem jön? És akkor ugye a gyerek számára ezt a helyzetet mindenképpen úgy kell áthidalni, hogy az édesapa vállaljon részt zavartalanul az esti mesékben, legyen az, hogy az édesanyja az esti meséhez kapcsolja az imát, az édesapa nem imádkozik, mert azt mondja, édesanyáddal imádkozol. Ha a gyereknek ez természetes, még akkor nem merül föl benne a kérdés, hogy és apa miért nem? Annál inkább akkor, mikor az édesanyja elmegy templomba. Az apa viszont nem megy templomba. Igen. De ezt is úgy lehet a gyerek felé közvetíteni, hogyha látja, hogy a szülők szeretik egymást, ha béke van, de hát ehhez a békét ki is kell alakítani. Mert az a tapasztalat, hogy azon az oldalon, ahol a tudományos lábazatra hivatkozás túlságosan erős, és így ilyen ateista világkép az, amivel a család egyik tagja él, ott lesz ennek egyfajta erőteljes átsugárzása, mint egy követelmény, és ezért nagyon fontos, és minden szülőpárnak nagyon azt ajánlom, egy konzultációt szánjanak rá, hogy egy mentorral, pszichológussal, szakértővel átbeszéljék, hogy hogyan tudnak abban megegyezni, hogy a gyerek számára semmilyen hasítás, diszociáció, a különbözőségeknek a kiélezése ne következzen be. Hogy belesimuljon a gyerekben. Nagy felelősség. Hát ezért is mondom, nagyon nagy a felelősség, mert minden olyan, ahol megvan ez a kettősség, a skízis tovább szövődik a gyerek életében, mintát ad arra, hogy kétlakiság lehetséges, lehet így, meg lehet úgy, és hát, hogy akkor ez egy hasadás a lélekben, hogy valójában mi az igaz? Akkor most melyik az igaz? Nem a kicsiben fog ez fölmerülni, ő csak letölti, hogy így is csináljuk. Most apával nem megyek templomba, apa nem jön templomba, anyával templomba megyek. Na most ezért magyarázat még nem adható ennek a kicsinek. Csak életgyakorlat mutatható be. De ezért nagyon-nagyon jó volna, és én őszintén megmondom, én, mint hogy ilyen helyzetekben voltam, találkoztam olyannal, hogy azt mondja az apa, jól van, hát ez ilyen jelentőségű az én gyerekem életében, én elkísérem őket. Hát a vasárnap az az 1-2 óra, hát akkor elkísérem őket, és a gyerek számára az az abszolút boldogság. Ezt innen üzenem, hogy a gyerek vágyaiban, bárhogy vannak a szülők egymással, az a vágykép, a megálmodottság, egyik kezemet apa fogja, másik kezemet anya fogja, és ők szeretik egymást. Ez az abszolút biztonsági vágykép minden gyerekben. Most olyan érdekes, mert miközben mondom mindezt, nekem Arany Jánosnak a verse jutott az eszembe, hogy hála Isten, este van megint, mával is fogyott a földi kín. Így soká gyermekem, miért vagy ébren, vetve ágyat puhán melegen? Kiskacsóid összetéve szépen imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok, örökül hát nem sokat hagyok, legfellebb mocsoktalan nevet, s a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan lelked virágkertjében a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéve szépen imádkozzál, édes gyermekem. Nos, ez a mozzanat, hát most, hogy eszembe jutott, egyáltalán nem véletlen. Ez a mozzanat, hogy kiskacsóid összetéve szépen imádkozzál, édes gyermekem. Terápiás helyzetekben találkoztam olyannal, ahol a szülők meglehetősen visszavonultak a hitéleti állásfoglalástól, és ma ez nagyon gyakori. Nem mondják azt, hogy ateisták. Nem, hát valamiben hiszünk, de hogy miben, valaminek lennie kell. De a nagyszülők még vallásosak. És ilyennel találkozom a terápiás helyzetekben, hogy könnyezve visszaemlékeznek arra, hogy a nagymama jött, a nagymama átölelte őket, és ahogyan összetették a kis kezüket, kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem, hogy ez a szeretet, ami áradt a nagyszülőtől, olyan módon ment át, hogy nem csak a megtartó szeretetnek lett az emléke a szív mélyén, hanem annak is, hogyha mi bármikor szeretnénk igazi segítséget kérni, elfogadjuk, hogy van magasabb erő. És ez átsugárzik, és ez nagyon mélyen szinte a sejtmemóriába beivódik. Tehát a nagyszülő jelentősége nagyon nagy.
feltéve, ha a szülők és a nagyszülők között harmónia van. Igen. Mert azt is meg kell mondjam, hogy jelenkorunk szomorú tapasztalata. Éppen a minap is volt egy ilyen eset, én rengeteg levelet kapok egyébként előadásaim kapcsán is, hogy szomorúan írta egy asszony, hogy mit évő legyek, mert a gyerekeim nem tűrik, hogy bármilyen módon is az unokáimmal kapcsolatba kerüljek, azért nem tűrik, ne nevelt félre, és a félrenevelésben benne van az is, hogy a nagymama például imádkozna a kicsivel, ne tedd, ne nevelt félre, mi nem akarjuk, tehát te ne tedd. Ezek nagyon nehéz dolgok. Maga az is, hogy egy nagyszülőtől, ahol tényleg az feltétel nélküli szeretet áradása várható, mert nincs más dolga már a nagyszülőnek, mint hogy szeresd, adj neki biztonságot, óvd a kicsi lelkét. És a szülői szeretet a nagyszülőből már olyan akadálytalanul árad, hogy ennek hihetetlenül nagy a jelentősége. És azért minden tisztelt szülőhöz fordulok innen is, és arra kérem őket, hogy vegyék már fontolóra, hogy akármilyen a viszonyuk az édesanyjukkal, szüleikkel, nagyon fontos a gyerekük számára, hogy legyen nagyszülő, és ezért a béke megteremtése, még akkor is, ha csak egy tolerancia szinten, mert máshogy gondolkodnak már, nem tudnak olyan szeretettel odafordulni. Oka van ennek is, mert az nem tud szeretettel odafordulni, aki úgy érzi, nem kaptam elég szeretetet, és ezért úgy szólván, mint dac ellenállás jelenik meg az ő felnőtti életében, hogy én nem hagyom, hogy az anyám engem se szeretett idézőjelbe. Szeretném itt megemlíteni, hogy van egy olyan könyv, amit én a tiltott könyvek listájára tennék, ez a Mérgező szülők című. Innen szeretném kijelenteni, hogy a Mérgező szülők című könyv a lélek mérgezése. Tudnilik elköveti azt a nagyon nagy hibát, hogy a szülőket úgy veszi végig a fejlődést, a szülőket hibáztatja komolyan, azért vagy ilyen, mert azért vagy, és tudd meg, és rávezeti a lelket, hogy szakítson a szülővel, gyűlölje a szüleit, hogy. Tehát tulajdonképpen olyan fajta jatrogén ártalmat, tehát a szavas vagy értelmi üzeneten keresztüli lélekromboló hatásokat vált ki, hogy tudok ilyenről, hogy a könyv olvasása nyomán megszakította a kapcsolatot a szüleivel, ráhort mindenfélét anyjára, apjára, hogy mit csináltatok velem, tönkretettétek a lelkemet, azért vagyok ilyen tökéletlen, sikerületlen felnőtt, mert ti így úgy ezt azt tettétek, és innen szeretném azt elmondani. A szülő nem tehetett mást ott, akkor, abban a helyzetében, mint amit ő vele tettek, mert ez volt az ő mintája, amit áthozott. Igen, igen. És itt érünk el, visszatérve a hitéleti neveléshez, a természetes belenövéssel történő, azonosulással történő hitéletbe belenövés, ami ugyanúgy megtörténik, mert a pozitív is, meg a negatív is letöltődik. Tehát ha valaki nagyon drámai családi körülmények között növekszik, mert a növekedésnek az érési folyamat genetikailag kódolt és megtörténik. Végig megy a szenzitív időszakon, vagyis a program időablak, hogy ebben 3-6 éves korban neked minden olyan szerepet, szerepjáték, játékok, és a világnak a bekebelezése a játékon keresztül, meg egyáltalán minden történés konkrét, érzékletes, szemléletes, csak ami látható, valószerű, az, ami a gyerek szemében olyan, ami le is képeződik a kicsi lelkében. Azt tölti le, amit lát. És ha a szüleinket egy pillanatig is volna, esetleg, nem is tudom, hogy fejezzem ki magam kedvünk, hogy bánatunkban, hogy mi miért vagyunk ilyenek, őket okolni. Nem okolhatjuk, mert ők is letöltötték azt a mintát, ami sajnálatosan akarata ellenére, akaratunk ellenére tovább megy. Ezért van jelentősége, hogy a gyereket hogyan avatjuk be a hitéletbe, mert ugyanakkor ez az időszak az imprinting, életre szóló mélybevésődés ideje. Sokszor láttam azt, hogy amikor már egy ifjúkori krízisbe valaki identitás krízisbe bekerül, és mondjuk például kapott egy vallási indítatást, hitéleti indítatást, és azt mondja, én nem akarok hívő lenni. És mit látok egy 10 éven belül? Hogy visszatér. Miért? Azért, mert olyan hatalmas erő a gyökerek, az indítás, az, amit kapott.
Most hát tulajdonképpen racionálisan rátekintve, ha én nem volnék egy hitéleti elmélyültségű ember, miért, mint pszichológus, miért tartom olyan nagyon fontosnak a hitéletet? Azért, mert jelenkorunk elidegenedő, érzelemszegény, mindenfajta az emberi kapcsolat melegét mellőző, nagyon eldologiasodott kultúrájában nincs mód, hogy érzelmi csatornákon etikai parancsokat, követelményeket bejuttassunk a gyerek lelke mélyére. A viselkedés módja, a határok megvonása, mit szabad és mit nem, ne bánts, ne ölj, ne, tehát mindazt, amit mi a 10 parancsolatban oly természetességgel mélyen befogadunk, ha nincs hitéleti nevelés, még mind ez ideig nem találták ki ebben a jelenkori kultúrában, hogy akkor te hogy tanítod meg arra, hogy a másik ember az nem egy káposztafej, hanem az egy érző lélek, hogy ne bánts, hogy ne károsíts, hogy ne lopj tőle, hogy tehát mindazok a komoly etikai, erkölcsi, viselkedési elvek, amiket mi megtanítunk. De itt szeretném elmondani, sokszor tapasztaltam azt, hogy az emberek nem különböztetik meg az erkölcsiséget és az erkölcsösséget, pedig ez különbözik. Az erkölcsösség az, ami mélyen sejtszinten szüleinktől, környezetünktől letöltött minta, az én szüleim így és így és így viselkednek. Ők inkább adnak a szegényeknek, persejbe bedobják azt a pénzt, és tudjuk, mert azt mondja az apa, azért adjuk. Ugye, hogy milyen célra fordítódik ez. Mindig segítünk valakinek, és így tovább. Igen. Tehát olyanfajta viselkedés tanul meg a gyerek, és nyilvánvaló, hogy úgy fog viselkedni. Hát ez az úgynevezett azonosulás lélektani folyamata. Ha akarjuk, ha nem akarjuk, ez megtörténik. És jó, ha azt tölti le, és jó, ha úgy viselkedik. Erkölcsiség az azt jelenti, hogy a már gondolkodni tudó lény számára mi szabályosan átadjuk, mint követelményt, mint parancsolatot, vagyis a viselkedés szabályozás menetében elvárásokként letesszük. Uh-huh. Igen ám, csak hogy a pszichopata is tudja, hogy mit szabad és mit nem, aki viszont nincs tekintettel a másikra, ha az erkölcsösség, mint egy a szülők alap, és a környezet igen. által képviselt alap nincs ott, akkor olyan ez, mintha magokat ültetnénk úgy, hogy nincs föld. Ha nincs talaj, akkor mibe ülteted el a magokat? Hát természetesen tudva levő, hogy mire jók a magok, akár tudom is, csak ha nincs talajba ültetve, szárba nem szökken, vagyis az életemet biztos, hogy nem fogja meghatározni. És ma beszélünk, sajnos kell beszélnünk a dark személyiségről, a sötét személyiségről, akinél a narcizmus, a pszichopátia és a machiavellizmus a három jellemző. Mik ezek? Tisztelettel kérdem azokat a nézőket, akik most velünk együtt vannak, ismernek-e olyan embert, aki könyörtelenül csak a saját érdekében halad, nem tekintve a másikat, az önös célok egy olyan fajta ideológiát hordoznak, hogy a cél szentesíti az eszközt, ez a machiavellizmus, vagyis etikai relativizmus, vagyis az a jó, amit én csinálok, jó az, amit én csinálok. Tehát nincs egyfajta konszenzus, hogy volnának olyan közös etikai elvek, hogy ez az enyém, ez meg a tiéd. Nincs enyém, tiéd, ami nekem kell, azt én magamhoz veszem. Tehát ez volna az egyik a dark személyiségben. Machiavellizmus célszentesíti az eszközt. A pszichopátia. Sajnos tudjuk a fejlődés útján, ezt gondoljuk itt most együtt át, hogy a gyerek azt, hogy milyen lesz az a cselekvő, a szociális közegben résztvevő személyiség, milyenné fog majd növekedni annak az alap mintáját 3 és 6 éves kor között, és elsősorban olyanoktól tölti le, és programozza imprinting életre szóló mélybevésődés, akikkel szeretett kapcsolatban van, vagy akik nagyon fontosak a számára, akkor is, ha tiltanak valamit, ha szabályoznak, csak szeress engem, én jó leszek, csak szeress engem, hányszor halljuk ezt a gyerektől. Igen. És ugye
elhatalmasodott egy olyan fajta pedagógiai elv, hogy a gyerek kibontakozásában csak hagyjad, majd ő megtalálja önmagát. Nem találja meg önmagát, mert kellenek a keretek. Kell az a szabályozás, hogy azt mondjuk, ez így, az úgy. Most ugye, amikor nem tudjuk egy magasabb erőnek a keretrendszerébe helyezni azt, hogy azért kell becsületesnek, azért kell jónak lenni. Látod, én is az vagyok. Azért, mert hogy van egy olyan igazságosztó legfőső erő, vagyis muszáj betelepíteni valami olyan főső képzetet, amit a gyerek egyáltalán el tud képzelni, mint apa, ugyanúgy van egy mennyei atya. Most ezt nem azt mondom, hogy muszáj ilyen képzetekben gondolkodni, de nagyon megkönnyíti az erkölcsi elveknek a megtanítását, amit ha én mondom, és ugyanúgy cselekszem, akkor kongruens, illeszkedő, vagyis beépül. A dark személyiségnél nem szeret, nem szorong, nem tanul a tapasztalatból. Egy Kleckley nevű szerző írta le ezt a hármas sajátosságot. Nem szeret. Miért nem szeret? Mert amikor emlékezünk vissza az első életébe, a szeretet minta, szeretni, örülni, ragaszkodni, kötődni. Ott édesanyánk és a minket szerető, nagyon-nagyon szerető családtagoktól tanuljuk meg. Nem kaptam szeretetet, nem töltöttem föl azt a mintát, nem tudok jól kötődni. Nem szorongok. Hát miért szorong az ember? És innen üzenem minden tisztelt nézőnek, egy alapvető pici feszengés, feszültség, szorongás bizonyos cselekvések döntési helyzeteiben minden embernél egészséges lelki mechanizmus. Mert ugye a szorongás az, ami amint a véscsengő, hogy fölhívja a figyelmet, te valamit tenned kell, de azért fontold meg, hogy mit teszel, és itt jön be a magasabb, ugye lelkiismeretnek nevezzük, és egy fölöttesének nevezte még annak idején Sigmund Freud, de ami beépül a gyerekből, hát honnan veszi ezt? Hát hogy lesz neki felettesénye? Úgy, hogy látja a szülei, mit csinálnak, ezt magába szívja, és hogy megkapja hozzá azt a tilalmi magyarázatot is. Hogy ne lopj, hogy ne csalj, hogy ne hazudj, hogy légy tekintettel az embertársaidra, látja is, és be is építi. De ezt nevezik kontrollálót, akár teológiának, vagy szemléletnek ma már. Igen. Szóval ugye ezek nagyon-nagyon alapvetőek és fontosak, így ha azt akarjuk, hogy tényleg egészséges lelkű gyermekünk legyen és később felnőtt, akkor muszáj, hogy megtanuljon szeretni. Ugye nem szeret, nem szorong. Hát azért nem szorong, mert nincs lelkiismereti rendszere. Igen. Mert nincsen föltöltve egy olyan parancs rendszerrel, hogy ezt szabad, ezt nem szabad. Mit szabad? Szabad, amit nekem szabad. Megint ugyanott vagyunk. Ugyanott, az erkölcsi megrodjanás nagyon súlyos következményekhez vezethet. Na most ugye visszatérünk oda, hogy a hitéleti nevelés az mikor optimális. Ha belenövéssel a gyerek megkapja kongruensen a két szülőtől, ha a vegyes pár esetén a felnőttek elég intelligenciával, hogy mondjam ki ezt ilyen őszintén, megegyeznek abban, hogy hogyan fogják a gyerek felé közvetíteni, hogy őt szeretik, és ők egymást is szeretik, ez nagyon fontos a gyereknek, és hogy egyeznek meg abban, hogy lesz az egyik fél a másik hitéleti nevelésében egy olyan toleranciával résztvevő, hogy nem akadályozza meg ezt a folyamatot. Amennyiben arra jutnak, hogy megakadályozza, innen szeretném mondani, olyan csonkulást idéz elő a másikban, aki csendben, titokban úgyis tovább fogja ezt folytatni, már lappangó krízist visz be a párkapcsolatba. Ez nem nagyon éri meg, mert ez a gyerek mindent letölt. Gondoljuk el, tükör, neuronok, érzelmi agy. A gyerek sokkal többet megért kimondatlanul, nem kellenek hozzá szavak, mert képes arra 3-6 éves korban döntően úgy olvas, helyzeteket úgy ért meg, hogy egy pillanat alatt leképeződik az ő érzelmi agyában, miután az érzelmi agy gondolkodása az, ami dominál, azért, mert még nincs értelmi agy vezérlés. Tehát csak 6 éves korban lép be.
Tehát ezért ő mindent érzelmileg olvas le, és ezzel automatikusan leolvasva minden rezdülésre sokkal hamarabb rárezdül. Honnan tudja a gyerek, ne mondjuk el, titkolózzunk? Hát nagyon súlyos helyzet, ma a gyerek előbb tud mindent, nincs sem a szülő gondolja. Ki mondta el neki? Hát leolvassa, letölti, mert a tükörneuronokon keresztül az érzelmi aggyal leolvassa, rárezdül, és megérzi, hogy miről van szó. Uh-huh. Hát bizony, hogyha egyáltalában nincsen semmiféle olyan segítség a gyerek lelkének a ápolásában, ami a hitélettel bármi közösséget vállalna, akkor nagyon komolyan el kell a szülőknek azon gondolkodni, hogy hogyan fogják a 10 parancsolathoz hasonló, mert az életben tartó elveket a gyerek számára átadni. Itt jön az, hogy viszont ha nincs is hitélet, de nagyon magas erkölcsiségű, és erkölcsösségű a szülő, bár nem csak mondja, hanem teszi is, akkor ezt a gyerek bízvást letölti. Igen, hallottam ilyen családokról, bejöttek hozzám az igazgyönybe beszélgetni, és arról meséltek, hogy ők úgy nőttek fel, hogy nem jártak templomba, nem hallottak Istenről, és mégis a szülőknek volt egy nagyon-nagyon jó erkölcsös alapjuk, amit átadtak a gyerekeiknek, és ők azt mondták, hogy ez vezette őket az Istenhez, egy hitre. Úgyhogy ez annyira döbbenet volt a számomra, hogy azért ilyen is létezik, és abszolút, hát higgyünk benne. Igen. Nagyon igen, is létezik, már csak annak következtében is, hogy mi magyarázat kereső emberi lények vagyunk, szeretjük, ha megértjük a dolgokat. És ezért egy szintre jutva a személyiségfejlődésben, az a kérdés felmerül, ez az identitásépítés korszaka, erről később majd fogunk beszélni, hogy felmerül, hogy honnan jöttem, hova tartok, mi ez az egész? Egy 15 éves gyerek úgy vetette föl nekem, tanárnő, mondja el nekem, mi ez az egész nagy katyvasz? Mert hogy rendet akarunk a világban, meg akarjuk érteni, és ezért mindazt, amit összegyűjtöttünk a világról ismeretet, szeretnénk értelmes magyarázó rendszerbe belehelyezni. Ezért a személyes filozófia, világnézet így vagy úgy ki fog alakulni, és csak azt tudom mondani, jaj, de nagy baj, ha nem alakul ki. Ha az ember szélfutta levél, ha nincsenek vezérelvek az életében, nincs egy meggyőződésrendszer, ha nem tudja a világegyetemet olyan módon felépíteni képzeletben, gondolatban, amiben benne van a rend. De a rend az nem születik magától, a rendet megcsináljuk. A rendet egy valamiféle erő megcsinálja. Ezért mondta Carl Gustav Jung, bízunk benne, mindenkinek van egy istene, mindenkinek. Az a nagyon nagy baj, hogyha nem jut el a kapaszkodó és igazságkereső lélek a magaslatokra, hanem megáll valahol menet közben. Például megáll egy olyan personális, gyakorlati életszinten, hogy az én istenem a pénz, az enyém meg a gyomor, az evés, tehát hogy alább is lehet adni. És az, hogy valaki Áprili Lajos költő szavaival fent tud lenni fenn az ember magasán, a magasán, ez azt jelenti, hogy ő képes önreflexióra, és majd talán az identitásépítés idején tudunk ezzel nagyon mélyen, komolyan foglalkozni, hogy hogyan lesz az ember úgy egy egyéniség, személyiség, a saját, a tökéletes, a páratlan, hogy ő a saját elveit, világnézetét, szemléletmódját, életirányát, céljait, törekvéseit egy egységbe rendezi, ez lesz az ő identitása. És ha ez töredezett, fragmentált, ha egy szélfutta levél, hol ilyen hatás éri, erre tart, amolyan hatás arra tart, hogyha a kaméleon személyiség, vagyis szerepeiben mindig ahhoz igazodik éppen, amit a külvilág elvár. Zöld legyek, zöld vagyok, piros legyek, piros vagyok. Tehát, hogy váltogatja az ilyenfajta szerepeit, és mindenütt igyekszik megfelelni, akkor végül nem találja saját magát. Hogy ki, és akkor ki vagyok én? Ilyen is vagyok, meg olyan is, akkor ki vagyok én valójában? Ez nagyon komoly identitás, diffúzió úgy nevezi az identitás kultúra. Úgyhogy ezek nagyon veszélyes dolgok, azért is érdemes mindezeket végig gondolni, és már csak azért is, mert minél korábban épül be valami a személyiségbe, annál inkább erős, golyó, álló, mély, tehát támadásokat kibíró hatalmas erő a személyiségben. Ha jó épül be, az életre szóló megtartó erő. Ha a szeretet képessége az első életévben, hogy kötődöm, ragaszkodom, felelősséget vállalok érted, hogy elköteleződöm, de hát ez egy
elemi, az affektusok érzelmi agyból induló motiváció, és nem a tudatos agynak az elhatározása. Bocsánatot kérek, ha valaki elhatározza, én téged szeretni foglak. Képtelenség, ilyen nincsen, mert mélyről jövően sejtszintről üzen föl a lélek, hogy őt szeretem. Ez van a szerelemben, ez van a párkapcsolatokban, ez van az elköteleződésben. De hol van a gyökere? Hát emlékeztetek, a tisztelt nézőket emlékeztetem arra 20 éves korba megnézve, hogy milyen a kötődési minta, hogy merek én bízni a másik emberben, hova vezetnek a szálak a korai kötődési mintához. Ilyen jelentőségű az, amiket mi most itt együtt végig gondolunk, hogy történnek dolgok, a gyerek például, hogy ebbe 3-6 éves kor föltölti magát szerepekkel, és mi a fontos szerep többek között, amit rögzít? Hát, hogyha én kislánynak születtem, akkor én a kislány szerepben erősödöm. És a mi kultúránk, szülők, nevelők felelőssége és kötelessége, hogy ne okozzunk skízist, hasadást a gyerekben, tehát amit hozott genetikailag magával, úgyis csak azok a királyi potenciálok. A potenciálokra ráerősítünk a neveléssel, ne ellenkező, amihez nincsen muníció. Ne azt próbáljuk a gyerekbe erősíteni. És amikor ugye a modern gender elmélet azt hozza, hogy a biológiai nem is eldönthető, mert majd megváltoztatjuk, akkor én a leghatározottabban kimondom, hogy nincs joga hozzá senkinek, hogy az evolúció törvényeit, mert ha nem beszélünk isteni rendeltetésről, mondjuk próbáljuk meg picit zárójelbe tenni, akkor is az evolúció törvénye azt mondja, és van hím és nőstény az élővilágban, és a különbözőségeknek meg kell lennie, és a természet nem engedi meg azt, hogy ha át is áll esetleg még az állatvilágban is valamely csúszás van ilyen a vonzalmakban, soha nem lesz a hím anya, és soha nem lesz a nőstény apa. Tehát ezt az alapvető az élet továbbadásának a biológiai képességét nem lehet átszármaztatni, akkor se, ha mondjuk valaki azt mondja, de én eldöntöm, eddig nő voltam én, most átoperáltatom magam, és fiú akarok lenni. De nemzeni nem fog tudni. Tehát azt, ami a genetikai parancs, amivel született, azt az élettörvénytől nem tudja teljesíteni. Lehetséges, hogy talán jobban érzi magát a bőrében, de hát olyan elenyésző ezrelékről van szó, amit most említek. De ugye föl van nagyon tupírozva jelenkorunknak az ilyen válságos időszakában, hogy értékválság van. Hát minden érték szétesett, hát nézzünk már szét. A minap volt egy előadás a munka haláláról. A munka halála. Hogy hal meg a munka? Hogy a motiváció hal meg. Honnan jön a motiváció? Hogy én úgy érzem, az a dolgom az életben, az a feladatom az életben, hogy én hozzájáruljak az élet föntartásához. De olyan fajta haránt impulzusok, ellentétes, parancsok, üzenetek jönnek. Dehogy is, te élvezd az életet, legyen neked jó, és keresd meg azokat a csatornákat, kiskapukat, ahol te majd dolgozik neked más, te meg majd élvezed ennek a hasznát. Ez megint mi az erkölcs halála, vagyis az erkölcsi rendszerben azok a kőbe vésett dolgok, hogy én, ha megszülettem, feladatot kaptam. A feladat az élet továbbvitele, két módon. Az egyik, hogy a képességeimből, amit csak ki tudok bontakoztatni, visszaadok annak a világnak, amelyik engem fölnevelt és életre hívott, és amelyik lehetőséget adott, hogy én az emberi közösségbe bekapcsolódjam. A másik parancs, ami az élettörvény parancsa, kaptál életet, add tovább. Vigyázz rá, óvd, védd, és vidd tovább. Hogy az Albert Schweitzeri etika is ezt mondja, és az óriási, hogy vedd tudomásul, tudatosítsd, így mondja. Egész univerzumhoz, ehhez a világhoz oda, szerves odatartozásodat. Következő tétel, ebből következik a felelősségérzet, hogy ezért számolj mindig az élet sérülékenységével, ezért védd, amennyire csak tudod, és saját személyedben is képviseld, és ugye ehhez csatlakozik rögtön az a kanti etika is, hogy megteszem, miért teszem meg? Miért teszem meg mindezeket? Miért dolgozom? Miért lesz utód? Miért alapítok családot? Ugye nagyon fontos, hogy megkérdezzem minden cselekedetemnél. Ha én nem teszem, ki tegye?
ha nem most teszem, mikor tegyem, és ha nem teszem, ki vagyok én. Ezek olyan fajta etikai egységet alkotnak, amit valahogy be kell juttatni a személyiségbe, mert ha nincs benne, akkor olyan alapdolgok rendülnek meg, amilyen a család, amilyen a munka. De ez azért többnyire bennünk van, mert így vagyunk teremtve, nem? Hát a mi hitünk szerint igen. Ez így van. De ha valaki azt mondja, én nem teremtve vagyok, hát engem létrehozott az anyám és az apám. Nem kértem, létrehozott. És azt se tudom, mire hozott létre. Na most itt jön az, a fontos, mondtam imént, hogy magyarázatkereső emberi lények vagyunk. Mindenki kialakítja a maga kis magyarázatát. Lehet, hogy úgy alakítja ki, hogy nagyon alacsony repülésűen, és tulajdonképpen végig bukdácsolja az életét, mert nincs egy abszolút értelem. Az értelem nélkül az ember nem jut el a magaslatra, nem az ember magaslatára jut el. Muszáj, akármilyen szinten, módon mindenki akkor kerül lelki békébe, ha ő saját maga számára megfogalmazza, hogy mi végre élek. És ebben nagyon kell segítenünk a fejlődésben az embert. Abraham Maslownak, akinek én szerintem nagyon sokan ismerik a nevét, a szükségletpiramisos Maslowról van szó, van egy csodálatos, elénk állított emberképe, hogy mi, mikor megszületünk, a persona, a personális tenger személyiség szépen a genetikai parancs révén érik, és ehhez a gének adják a nyersanyagot, a mémek, ezek a szociális ráhatások adják, hogy végül is epigenetika, kibontakozunk az általunk adott lehetőségek sorában. Hogy mi van, azt tudom kibontakoztatni, ugye, ami van. És hogy elérek egy bizonyos olyan határhoz, ahol még eddig mindig megmondták, hogy én ki vagyok, meg mi vagyok, meg hogy, de egy nap elém áll egy érdekes fölismerés, hogy ők mondják meg, hogy én ki vagyok, és hát akkor ki vagyok én? És itt jön az identitás építés ingere, az a pillanat, hogy tényleg kérdezem, hát ki is vagyok én? És már nem elég az, hogy mire vagyok képes, mert ugye, az énem, szociális énem úgy született, hogy megtapasztaltam, erre vagyok képes. Jó, de hogy milyen vagyok, azt megmondták a szüleim, a pedagógusok. Így van, hogy jaj, de kis ügyeske vagy, de kis okos vagy. Milyen tehetséges ebbe abba, vagy milyen egy buta, honnan jött ez a gyerek, hogy jutott be a család. Ugye ezek, és sajnos ezek már az én képbe beépülnek, és ezt cipeljük tovább magunkkal. Igen, de mikor elérkezünk egy határhoz, mondja Maslow, elkezd épülni mindnyájunkban egy, ez volt a personális tengely, egy távolabbi, vagy magasabb transpersonális tengely. A transpersonális, a személyiség elkezd emelkedni, azzal, hogy van rátekintése önmagára, önreflexió. Vagyis nem más mondja már meg, milyen vagyok, tudom én. És itt jön az önbizalom kérdése, van vagy nincs, de most részletekbe nem menjünk. De van egy önértékelő rendszer is, ami egyre növekszik, és szeretném, hogy valahogyan az transpersonális, tehát ez az, ami elvisz egészen odáig, hogy új és új kérdések merülnek föl. Jó, én magam ilyennek és olyannak tartom, te engem milyennek tartasz? De hogy tulajdonképpen az, hogy ilyen vagyok, hát honnan jön? És így jön a saját filozófia keresésének a vágya, ami elvezet a transzcendensig, hogy arra adjál választ, valahogy izzadt ki, valahogy dolgozd ki, hogy mi végre élünk. Mi az élet rendeltetése, mit gondolsz te erről, és ha majd már megszületett a válasz, mert ugye itt két olyan összetevőről van szó, egy koordinátarendszer, aminek lesz egy eredője. Ez a fejlődés. Milyen magaslatra jutsz? Följutsz az ember magasára? Föltöltöd magad olyan tartalmakkal, üzenetekkel, hogy olyan vagyok, hogy becsületes vagyok, tisztességes, a másik ember támogatom, ilyen-olyan, amolyan? Vagy azt mondod, nem érdekes, milyen vagyok, járjak jól, éljek boldogan, és leragadtam a personális tengelyen. Tehát nem tudom azt a fejlődési utat végigjárni, ami a transpersonálishoz vezet. És Maslowról igazán nem lehet azt mondani, hogy egy vallási elköteleződésű, hanem azt mondja, hogy mindenkinek legyen egy életvallása. Mondja ő, ez az életvallás. Most, hogyha megvan a történelem,
folyamán, az emberiség fejlődése folyamán, a nagy hitrendszerekben az a már lefektetett és kipróbált igazság, hogy érvényes az, hogy, és minden, a Tóra, a Talmud, a buddhista tételek, a kereszténységnek a nagy tételei, amik az életre tanítanak, egyfajta közösségben megegyezhetnek, hogy milyen az etikájuk. Emberközpontú, védi az életet, az élet továbbvitelének parancsát hordozza, és ettől igazán értékelhető hit. És például itt van egy határvonal. Mi van, hogyha ebbe a hitrendszerbe bekerül valami olyan, hogy egyedül üdvözítő az én hitem, mindenki más hújjon és pusztuljon. Most ez az, ami aláássa az alapvető élettörvényt, tehát itt van a cezúra, itt választhatjuk el, az a hitrendszer nem az életet segítő, tehát ez az, ahol mi egy hitrendszertől eltávolodhatunk, vagy azt mondhatjuk, ez nem a mi hitrendszerünk, hanem az életet építi. Hát nagyon szépen köszönöm, ez annyira kimerítő volt számomra is, és ilyenkor csak ülök és hallgatok, és elfelejtem még a kérdéseimet, és egyszerűen csak gyönyörködöm mindabban, amit az Isten neked adott, mint tudományt, mint értéket, és nagyon hálásan köszönöm, hogy ezt most mind velem, nekem kiváltságos helyzetem van, megosztod, és a kedves nézőkkel is, és csak szeretném megköszönni, hogy ismét velünk tartottak, Isten áldja önöket, viszontlátásra!